A nyárral együtt megérkeznek a szúnyogok és a rovarcsípések is, valamint a parton való napozásból könnyen lehet akár leégés. Ezeken mind segíthetnek az illóolajok. Illóolajok előállításának az egyik leggyakoribb módszer a vízgőzdesztilláció, aminek az a különlegessége, hogy magas hőmérsékleten és alacsony nyomáson dolgozzák fel a növényt, így nyerik ki a végén az illóolajat. A másik egyre elterjedtebb módszer a széndioxid kivonás, aminek a jellegzetessége, hogy alacsony hőmérsékleten és magas nyomáson nyerik ki az illóolajokat, számtalan módon több területen is felhasználhatjuk az illóolajokat. Egyrészt egészségügyi problémák esetén lehet felhasználni őket, illetve kozmetikumokban is nagyon gyakori, vagy masszázsoknál például, de lehet diffúzorokba, légfrissítés céljából is használni őket. Nyára milyen illóolajokat ajánlasz? Mert van olyan, azt olvastam, ami UV-sugárzás hatására károsíthatja a bőrt. Vannak olyan illóolajok, aminek egy bizonyos hatóanyag tartalma fényérzékenységet okoz, tehát ilyen barna foltok keletkezhetnek a bőrödön. Ezeket nem javasolják nyáron, amikor erős fény van. Na de mi mindent fogunk most készíteni? Mi az, ami nyárra hasznos lehet? Három termékre gondoltam. Az egyik, ami szerintem nagyon praktikus, hogyha van nálunk egy fertőtlenítő spré, amit használhatunk akár kézmosásra, ha nincs erre lehetőségünk. A teafa olaj, ugye az egy Jolly Joker, akkor az jó a fertőtlenítésre is? Igen, a teafa az egy széles spektrumú fertőtlenítőszer, gyakorlatilag bármilyen fertőtlenítésre fel lehet használni. Házi alappatikaszer, azt mondanám. Na és hogy készül ez a fertőtlenítő? Az első, akkor legyen akkor a fertőtlenítő spré. Egyszerűen csak egy kis üvegre van szükségünk, ez egy 100 ml üveg, de lehet kisebb kiszerelésben is kapni, amire majd egy spraypumpát fogunk tenni, és alapnak pedig egy teafa hidrolátumot fogunk használni, ugye, ami a vízgőzdesztilláció során keletkezik. Ennek van 1-2%-ba illóolaj anyag tartalma is. Ebbe fogunk tenni egy csepp teafa illóolajat és 3 csepp citromot. Mehet rá a kupak, és kész. Beteszed a táskába, és van egy fertőtlenítő spréd. Tényleg nagyon finom. Citromos, de azért a teafát is érezni. Nagyon fincsi. A másik termék pedig napégésre érdemes használni. Ez azért érdekes, mert ugye most készítünk egy olajkeveréket, amiben levendulát teszünk, hogyha egy kicsit megpirult a bőrünk, akkor bekenjük és lenyugtassa, meggyógyítsa a bőrünket. De ha van egy komolyabb égési sérülés, abban az esetben lehet tisztán használni az illóolajat. Egy kicsi üvegcsét feltöltünk olajjal, és abba tehetünk egy 10-15 csepp levendula illóolajat. Nagyon finom illata van. Akkor azt tudjuk, hogy leégésre mi a csodaszer, na de szúnyogcsípésre hogy készítsük el? A következő termékünk jó szúnyogcsípésre, vagy hogy elzavarjuk a szúnyogokat. Két illóolajat fogunk most használni, az indiai citromfüvet és a levendula illóolaját. Egyébként ezt a kettőt lehet párologtatáshoz is használni. Ehhez szintén egy bázisolajat használunk, ez lehet megint jojoba, mandulaolaj, körömvirágolaj, ami nekünk szimpatikusabb, és a bázisolajba fogunk tenni 5-5 csepp illóolajat az indiai citromfűből és a levendulából. Most összerázzuk. Igen. És készen is van? Készen van, igen. Ez is isteni. Nagyon finom illata van, hát csoda, hogy legalább a szúnyogok nem szeretik ezt az illatot. De nagyon egyszerű ezeket elkészíteni, igen. Csak pár eszköz kell hozzá. Igen, igen, ez a csodálatos benne, hogy viszonylag gyorsan elkészíthetjük magunknak ezeket a termékeket, és így nem kell készen vásárolni őket. És te mióta foglalkozol illóolajokkal? Illóolajokkal. Most már 8-9 éve találkoztam először egy tanfolyam során az illóolajokkal, és hát azonnal beleszerettem, tehát tudtam, hogy az biztos, hogy mindig ezzel fogok foglalkozni. Mi az, amit annyira megszerettél benne?
az összetettségét és a finomságát, a sokoldalúságát, hogy tényleg bármire felhasználhatom, nem feltétlenül kell gyógyszereket használni, és prevencióra például tökéletes.